életünknek a teleírt könyvét, amiben egy-egy sor, egy bekezdés, egy fejezet, ebben benne vagyunk mindannyian. Több ezer ember kíséretében október 24-én csütörtökön végső nyugalomra helyezték Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjét Bonyhádon. Viktor miniszterelnök, Áder János és Novák Katalin volt köztársasági elnökök, Kövér László házelnök is megrendülten lehajtott fejjel állt Potápi Árpád János koporsója előtt. A szeretet útjában áll a halálnak. A szeretet az élet. Mindent, amit csak értek, azért értem, azért létezik. Mert szeretek. Minden csak is ez fűz össze. A szeretet az Isten. Felföldi László pécsi megyés püspök beszédében úgy fogalmazott, Potápi Árpád János élete és munkássága egyet jelentett azzal, amire felesküdött. Nem csak ismerte, de szolgálta is a Kárpát-medence magyarságát.